most egy gépbemutatón vagyunk, egy professzionális szakmai napon, ami mellett azért döntöttünk még a nyár folyamán, mert jelenleg a gazdasági helyzet, különösen az építőipar helyzete, az nem valami rózsás, és ilyenkor a cégek megpróbálnak előre menekülni, tehát befektetni abba, hogy még inkább megmutassák magukat, a gépeiket, hogy ki mit tud, mik az újdonságok, milyen innovációk érhetők el. A mai szakmai napunk egyik fontos eseménye a gépkezelő verseny. Az első helyzet az egy wellness hétvégét kap ajándékba, a második és a harmadik helyzet pedig modelleket kap, ugye értéktől függően a helyezésnek megfelelően. Kapuváról érkeztünk a szombathelyi kollégájuk meghívására. A férjem most már 20 éve vállalkozó, és miatta jöttünk igazából el, az egész család itt van különben. Nagyon tetszett a rendezvény, örülünk, hogy láttunk új dolgokat, újdonságokat, ami minket is érdekel. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen fejlesztések, milyen új gépek vannak. Úgy gondoltam, hogy ez egy jó kis szakmai nap lenne, megnézni az új dolgokat, tapasztalatot gyűjteni, meg még soha nem láttam egy ilyen kiállítást, úgyhogy nagyon színvonalas, nagyon jól érzünk magunkat. Itt olyan, mint hogy valami családban lenne, de egy mindenkiben barátságos, úgyhogy jól érzünk magunkat. Kotrógépekkel mi építéssel foglalkozunk. A rendezvény az nagyon jó volt, és minden lehetőségben van szervezve. Kaptunk meghívót, és így értünk a lehetőséget, és eljöttünk. Eljöttünk az újdonságokat megnézni, ami nagyon tetszett, az a modernebb, joystickos vezérlésű gépek, 3 CX-et próbáltuk ki, páran a kollégákkal, tetszett, nagyon jó, kényelmes, nagyon kezelhető a GCB. Nagyon jó volt minden, az ebéd, minden, gépkiállítás, gépek, minden szuper, úgyhogy örültünk, hogy jöhettünk, reméljük jövőre is jöhettünk, illetve kapunk meghívást. 4-5 éves korától jön velem, én ezen a ilyen gépen dolgozom, és akkor ő ma tud dolgozni is. Nagyon érdekli. Mindegyik a kedvenc gépem igazából, a 4 CX-et tetszik. Reméljük, hogy jó eredményeket érünk el a gépkezelő versenyen, úgyhogy nagyon szuper volt.